Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Metszet. Számos prioritást jelölt meg az LMDSZ az új parlamenti ülésszakban. Ezek közül a bölcsődék finanszírozására vonatkozó törvényes háttér optimalizálása, illetve a marosvásárhelyi katolikus liceum ügyének megoldása kiemelt helyen szerepel. Ugyanakkor az LMDSZ egy a szövetség parlamenti frakcióinak az önkormányzatok képviselőivel való gördülékenyebb együttműködését elősegítő platformot is elindít. Ezek mellett a mai Metszetben azt is áttekintjük, hogy a képviselőházi és a szenátusi frakciók milyen reményekkel láttak neki a munkának idén ősszel. Tartsanak velünk! Románia majdnem minden településén, nagyvárosban és kisebb közösségekben egyaránt az igényekhez képest kevesebb a bölcsődei hely. Az önkormányzatoknak nem sikerült felzárkózni a kialakult igényekhez, a helyzet tehát régen megérett a változásra. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy az egyik lehetséges megoldás az az lenne, hogy ahogy a tanügyi rendszerben, az iskolai rendszerben, középiskolai rendszerben működik, van egy felkvóta rendszer, tehát a diákok után, diákok létszáma után jár egy kvóta, amelyet az állam finanszíroz. Itt a bölcsődei rendszerben is, a bölcsődék esetében is egy ilyen felkvótát javaslunk majd bevezetni. Attól függetlenül, hogy a bölcsőde állami tulajdonban, vagy önkormányzati tulajdonban, vagy netalán magántulajdonban működik, hiszen itt a lényeg az az, hogy a gyermek és a szülők bölcsődei problémáját lényegében oldjuk meg. Ugyanakkor a bölcsődék státusának és a feléjük támasztott követelményi rendszernek a tisztázására is szükség van. Most a tanügyi és egészségügyi minisztériumok különféle igényeket fogalmaznak meg a törvények szintjén, hogy miként kell egy bölcsődének működnie. Csekély Attila szerint ezek az előírások egyszerűsítésre szorulnak, ugyanakkor meg kell állapítani, hogy melyik szaktárcához kellene tartoznia a bölcsőde hálózatnak. Ezt azért fontos tisztázni, mert az ellenőrzések során emiatt bonyodalmak szoktak előállni. Az RMDSZ elve az minden területen az, hogy az önkormányzatok hatásköreibe utalni, megfelelő pénzügyi forrással is, hiszen az, amit mondottam, a fejkvóta rendszer például ezt a pénzügyi forrást biztosítaná, mert vannak önkormányzatok, ahol a pénzügyi forrást biztosítani egy bölcsődei rendszerre azért az gondot okoz, és ha van egy pénzügyi forrás erre, ez a fejkvóta rendszer lehet például egy pénzügyi forrás, akkor mi elviekben minden területen azt támogatjuk, hogy a döntési jog, a hatáskör lent legyen az önkormányzatoknál, minél alacsonyabban, és nem különböző megyei vagy akár országos szintű intézményeknél. A kisebbségi oktatás kérdéskörét érintően is létezik egy törvénymódosító kezdeményezés, amely parlamenti procedúra alatt van a képviselőházban. Az RMDSZ arra törekszik, hogy mielőbb fogadja el ezt a törvénymódosítást a parlament, mivel az kihatással lesz azokra a diákokra, akik idegen nyelvként tanulták a román nyelvet. A kisebbségi oktatási rendszerben tanuló diákok esetében, ha speciális tanterv szerint tanulta a román nyelvet, akkor a felmérő vizsga a 8. osztály végén, illetve az érettségi vizsga 12. osztály vége felé, mert most egy újabb javaslata van ugye a tanügyminiszternek, a 12. osztály végén az érettségi vizsga is aszerint a speciális tanterv szerint történjen. Ez a rendelkezés a most hatályban lévő törvényben nem szerepel, ami azt jelenti, hogy a speciális tanterv szerint tanuló diákok abba a helyzetbe juthatnak, hogy a román diákoknak szóló, sokkal nehezebb követelményrendszer szerint kell letegyék a vizsgáikat. Az oktatási gondok orvoslása mellett a magyar kisebbséget is érintő egyéb témákban is egyszerűsítene az RMDSZ, ilyen a vadkárok megtérítésének rendszere is. Ez a folyamat, ez egy nagyon hosszas folyamat, és a magánszemélyeknek, a kárvallottaknak igazuk van, amikor azt mondják, hogy ha már egyszer ez a vadkár megtörtént, akkor ha tudjuk, ha látjuk, ha mindenki látja, ha akár felmérték, akkor miért nem
gyorsan történik meg ennek az úgymond helyrehozatala, mármint a vadkár kifizetése. Tehát ezeket a szempontokat mindenféleképpen figyelembe kell venni, és ez nem csak egy specifikus magyar közösségi probléma, hiszem, hogy a román többség is ezt meg fogja érteni, hiszen vadkárok nem csak Székelyföldön vagy máshol, ahol magyarok laknak, vannak, hanem más régiókban, településeken is, de nekünk, az RMDSZ-nek mindenféleképpen ebben lépnünk kell. Ugyancsak a gazdákat érinti egy sor olyan törvénymódosító kezdeményezés, amit az RMDSZ az új ülésszakban kilátásba helyezett. Cseke szerint nem kellene tabu téma legyen az, hogy kivásárolhat mezőgazdasági területet. Itt vannak példák az Európai Unióból, akár Magyarországról is, ahol jogi személyek egyfajta tiltása van, ami a termőföldek vásárlását illeti, és ezt a témát nekünk is fel kell vetnünk. Másrészt az RMDSZ erősíteni kívánja a hazai, helyi termékek jelenlétét az üzletláncok kínálatában. Olyan törvénytervezetet készítenek elő a szövetség szakemberei, amely megkönnyíteni ezeknek a termékeknek a polcra kerülését. Egy olyan támogatói rendszert is szeretnénk, amely ezeknek a specifikus hazai termékeknek adna egyfajta löketet, egyfajta támogatást, hogy ezeket el is lehessen adni, és természetesen egy adott pillanatban akár azzal, hogy a kereskedelembe való besegítését támogatjuk, azzal egyfajta hírnevet is ennek szerezni, hiszen vannak ma is olyan termékek, amelyek még nem annyira közismertek, mint amennyire talán minőségben megérdemelnék, hogy azok legyenek. Az RMDSZ nem csak a saját tervezeteire figyel, hanem azokra is, amelyeket a többi párt dolgoz ki. Ilyen a Románia területfejlesztési stratégiájára vonatkozó törvénytervezet, amelyet a Csolos kormány kezdeményezett és a Grindeanu kormány szinte módosítás nélkül terjesztett a parlament elé. A szövetség szerint ez a tervezet szakmaiatlan és elfogadása az ország fejlesztési irányait az elkövetkező 20 évre határozná meg. Az RMDSZ nem tud egyetérteni az ebben szereplő elvvel, amely a nagyvárosokba koncentrálná az anyagi erőforrásokat. A probléma ezzel a történettel az, hogy ezek az alapelvek pont azokat a számunkra veszélyes területátrendezési mechanizmusokat építik be, amelyekkel a kis településeinket elveszíthetjük, vagy hogy olyan fejlesztési támogatási rendszereket építenének rá majd egy ilyen területfejlesztési elképzelésre, amelyek talán úgy fogalmazhatnék, hogy egy természetellenesen megjelölt fejlesztési központoknak adná a pénzt, legyen az vidékről, vagy legyen az városi környezetről. Ha csak megnézzük, hogy Hargita megyében milyen községeket jelöltek ki, és milyen algoritmus alapján, akkor például azt látjuk, hogy fejlesztési központ lenne Korond, meg Parajd is, de Alcsik egyben egyáltalán. A fejlesztési központok referenciapontként szolgálnának, ami azt jelenti, hogy ezek figyelembevételével osztanák ki a Fejlesztési Minisztérium részéről érkező támogatásokat, uniós alapokat. Korodi szerint ezzel egyrészt a magyar közösség is óriásit veszítene, de a gyengébben fejlett román vidékek is még inkább leszakadnának a fejlesztési pólusokhoz képest. Nem csak ezt a törvényt kifogásolja az RMDSZ, egyéb kivetnivalói is vannak a kormány lépéseivel kapcsolatosan. Vélhetően a Grindeanu kormány leváltásakor kialakult magyar ellenes hangulat miatt a PSZD nem támogatta a magyarság számára fontos törvénytervezeteket. Az RMDSZ mégis úgy gondolta, érdemes továbbvinni a kormánykoalícióval kötött parlamenti megállapodást az új ülésszakban. Az a júniusi nagyon intenzív hét az megmérgezte a román politikum és az erdélyi politikai képviselet közötti viszonyrendszert. Azért mérgezte meg, mert egyfelül az ellenzék
beállt teljes mértékben abban a sávban, hogy nem számít a tartalom, hanem a külsőségek, vagyis hogy magyar kérdés, nem tárgyalunk, mindent visszadobunk. Másik felől meg a Peszedén belül is kialakult egy feszült helyzet, amelyre amúgy rájátszik a mostani ellenzék meg a romániai véleményformálatnak egy része is, hogy ezt felerősítje, hogy a számunkra nyitottsággal kezelt ügyekben is a Peszedén most visszavonulót fúj sokszor. Ez azért nehéz helyzetbe hozza az elképzeléseinket. Korodi szerint ugyanakkor az első fél év megvalósításait is latba kell vetni. Olyan kisebbségi témákban sikerült előrelépni, amelyek már 2-3 éve stagnálnak a parlamentben vagy a kormánynál. Az első fél év az rendben van. Inkább a második fél évre gondoljuk azt, hogy egyre nehezebb lesz a centenáriumi ünnepség sorozat és a centenárium éve miatt nagyon sajátos ügyeinkben pozitív eredményeket felsorakoztatni. De ugye az Erdély Magyar Képviselet az arról szól, hogy egyfelől legyenek minél jobb törvényeink a magyar ügyeinknek a tisztességes rendezésére, másik felől pedig legyenek jó szakmailag elkészített törvénytervezeteink, amelyekkel javítjuk az élethelyzetét a vállalkozónak, a pedagógusnak, a mezőgazdaságból élőnek, a különböző projektekkel foglalkozó embereknek, vagy összességében a helyi közösségeinknek. És akkor ezen a téren sokkal intenzívebben fogunk dolgozni, mint az első fél évben, mert ahogy közeledünk 18 fele, úgy az a sáv, amin belül mi magyar ügyeket tudunk tárgyalni, ez keskeny lesz. És ez be kell valami józanul, és nem szabad senkit állítani ebben. Tehát egyelőre az együttműködés, amely mögött eredmények és kilátások is vannak, érvényben van. Korodi szerint ezzel együtt mindenki érzi, hogy a következő periódus nehezebb lesz. Centenáriumi éve számunkra is fontos, mert az ügyeinkről beszélni kell, és lehet, hogy az ügyeinkről való tisztességes beszédmód az a román társadalomban is sokkal érzékelhetőbbé válik, mert érzékenyebbek lesznek. Ők ugye a román társadalom a magyar kérdés, az erdélyi kérdést azt részben tabu kérdésnek tekinti, konfliktusos helyzetnek tekinti, mi pedig úgy gondoljuk, hogy pont azért kell beszélnünk, mert most meglévő társadalmi feszültséget kell feloldani azzal, hogy több jogot adunk a kisebbségeknek, hogy jobban meg tudják magukat szervezni. Ez ugye egy erdélyi magyar tévében erről beszélgetni kicsit fura dolog, de a román társadalommal ilyenekről kell beszélgetni. Viszont azt látom, hogy ha most azt nézzük, hogy centenárium, akkor a román társadalmat az akadémiai körök vagy a politikai körök nem készítették fel arra, hogy ilyen kérdésekben döntés hozzanak, inkább arra, hogy ilyen kérdéstől teljesen elzárkózzanak. A parlamenti képviselő szerint szinte borítékolható, hogy jövőre a magyarságnak nem kedvező kezdeményezések lesznek a parlamentben. Ez nem csak az udvarhelyi Mics parádé stílusában az utca emberek körül, hanem a parlamentben is, a kormányban is lesznek önjelöltek, akik hangzatosabb sztorikat, történeteket próbálnak bevinni, hogy az is bizonyítsák az, hogy itt magyar probléma van. És hogy az ő a centenáriumnak a legitimitását ne abban jelentsék meg, hogy a 100 év az a román társadalom szempontjából egy pozitív, folyamatos fejlődés, az ügyeknek a letisztulása, a társadalom letisztulását jelenti, mert ezt nem tudják, vagy nagyon nehezen, hanem az, hogy egy ellentétet állítanak fel a magyar közössége, és ebből akkor a román ajkú ember könnyebben érzi az ő identitását. Ez viszont az a helyzet, amitől mi tartunk, mert ebből senki nyerte, senki nem jön. Korodi szerint több mint valószínű, hogy magyar kérdésben pozitív döntések a következő évben nem születnek. Az RMDS pedig arra törekszik, hogy elejét vegye a negatív döntéseknek. Ugyanakkor nem csak az RMDS néz feszült ülésszak elé, a parlamentben terítéken lesz a társadalmat, és így a parlamentet is igencsak megosztó alkotmánymódosító kezdeményezés, amely a család fogalmát módosítaná. A család fogalmát vitató állampolgári kezdeményezés, annak a végét nem látom. Tehát volt egy képviselőházi döntés, ehhez kell kövesse egy szenátusi döntés, majd utána egy népszavazás, hogy mikor lesz, mikor nem. Nagyon nehéz megállapítani, mert azért hétről hétre a viszonylag rendszerek, az álláspontok változnak. A Peszedi azt szeretné, hogy ezt a döntést megoldja a szenátusban minél hamarabb, és ősz vége fele már népszavazás legyen. Nekem vannak ezzel némi fenntartásim, de lehet, hogy ez csak személyes fenntartás, hogy ezt meg is tudja valósítani. Látszik az, hogy ez a történet mögött még hiányzik az szükséges párbeszéd. Tehát valamilyen szempontból ez
ez még igényelne időt és jobb körültekintést. És ez látszott a képviselőházi szavazás után is, hogy ezt konfliktusmentesen, feszültségmentesen nem lehet megúszni, ezért többet kellene erről beszélni. A 215-ös helyi közigazgatási törvényt az új ülésszakban úgy módosítaná az RMDS, hogy a nyelvi jogok érvényesítését szavatoló 20%-os küszöb 10%-ra csökkenjen. Erről nehéz tárgyalások folytak júniusban is, és a vitának még nincs vége. Annak ellenére sem, hogy a munkaügyi bizottság pozitívan véleményezte a módosító tervezetet. A júniusi helyzethez képest az erre a kérdésre nyitottabb többség az keskenyedik, szűkül, elkopik, hogy mennyire tudja a PSZD-ben a pozitív irányultságú politikai grémium tartani ezt az ügyet, és azt mondani, hogy inkább beszéljünk erről, ne hamarkodjuk el, nehéz ezt megállapítani. Egy másik forró téma az RMDS számára a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Liceum helyzetének a kérdése. A liceum diákjai úgy tértek vissza a padba a tanév elkezdtével, hogy az iskola jogi helyzetét nem sikerült tisztázni. Most az ügy megoldódni látszik. Liviu Dragnea PSZD elnök ígéretet tett erre Orbán Viktor miniszterelnöknek. Korodit arról kérdeztük, hogy hogyan segíti a folyamatot a bukaresti képviselet. Ahol ezt meg lehet oldani, ez a törvény ereje, amelyeket nem lehet kezdeni különböző közigazgatási perrendtartásban, mert bármilyen helyi tanácsdöntés, bármilyen tanfegyőrségi döntés, bármilyen kormányhatározatot, bárkik, akik rossz szándékkal állnak ez a kérdéshez, egy egyszerű perrendításával el tudják húzni. Ezért azt gondoljuk, hogy törvény kell szavatolja, hogy kisebbségi oktatásban lehessen iskolát alapítani, és ez már ne csak kormány határozata, mint ahogy megszavaztuk most az ősz folyamán ezt a törvényt, a nyár végén ezt a törvényt RMDS javaslatra, hanem kimondottan törvény erővel rendelkezze, és reméljük azt, hogy a mostani kormányzat többség és a PSZD belátta, hogy ez a józan megoldás, tehát a kisebbségi oktatás sose szabad a különböző politikai helyi intikák áldozata legyen. Korodi szerint az RMDS-nek folyamatosan fel kell hívnia a figyelmet a témára. Fontos mozzanat ebben a kérdésben, hogy az RMDS közbenjárásával sikerült két ország, két fontos politikusát párbeszédre késztetni, annak érdekében, hogy az erdélyi magyarságot érintő kérdésben megoldást keressenek. Úgy néz ki, hogy a megoldásra vállaltak felelősséget. Most a lényeg persze az, hogy ez a megoldás működjön is. Itt természetesen nekünk szerepünk, hogy folyamatosan visszajárjunk és kérjük ennek a működő, ennek a beindítását, ennek az eljárás rendnek. Viszont ehhez az is szükséges, hogy ugyancsak Magyarország is felelősen viszonyul ez a kérdéshez, és ugyancsak folyamatosan nyomatékosítja a vállalásokat. És reméljük, hogy ebből lesz egy eredmény. Azt láttuk, hogy a különböző perek, helyi eljárások, amelyeket az RMDS folyamatosan beindított, mindig sajnos egy-egy rossz akaratú ember által meghozott közigazgatási döntéssel, vagy közigazgatási perrendtartási feljelentéssel meg lehetett akasztani. Úgyhogy nem marad más, mint törvényerővel élni. Múlt héten az RMDS Országos Önkormányzati Tanácsa Bukarestben ülésezett. Ott egyeztettek az önkormányzatok számára fontos prioritásokról, amelyeket a képviselők és szenátorok igyekeznek érvényre juttatni a parlamenti munka során. Elindul egy új internetes platform is, amely segíti az önkormányzatokkal való kapcsolattartást. Erről Horváth Anna, az önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnök beszélt a Metszetnek. Egy online platformot fogunk tudni október 1-től úgy beindítani, hogy azon valamennyi ebben a folyamatban résztvevő önkormányzati országos önkormányzati tanács tag azonnal e-mail értesítéssel értesüljön arról, hogy egy bizonyos törvény módosítását benyújtották a parlamentbe, jelezhesse azt, ha ehhez neki egy megadott határidőn belül módosítójavaslata van, ezt a módosítójavaslatot utána nyomon követhesse a különböző bizottságokba, elsőházban való elfogadási formáját, tehát egy olyan nagyon gyors és a 21. századnak megfelelő kommunikációs rendszert építettünk ki, amely egyszerű, akár egy mobiltelefonról, bárki által a holtidőket kihasználva ugye használható.
Ezzel a platformmal is ahhoz a célhoz szeretne közelebb jutni a szövetség, amelyet Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök fogalmazott meg, miszerint azt szeretné, hogy az RMDS Románia legkorszerűbb politikai alakulata legyen. Ez a platform nem csak a törvényalkotásról szól, és ennek a nagyon könnyű operatív módozatáról, hanem a jó gyakorlatok népszerűsítéséről. Azt mindannyian megtapasztalhattuk, hogy mekkora segítség az, amikor egy ötlet megszületik, megfogalmazódik, és akkor nem ugye a helyi tanácsos vagy alpolgármester a nulláról kell próbálja, mondjuk az apparátus segítségével jó esetben, ha van segítőkész intézmény és kollégák, hanem van egy hely, ahol különböző területekre felosztva más önkormányzatok, RMDS-es önkormányzatisok már föltöltöttek olyan jó gyakorlatokat, tanácshatározat kész formájáig elmenően, részletezve, amit akkor már csak az illető ugye a saját településére, a saját helyszínén tanácsában megfogalmazott igényekre át tud nagyon gyorsan alakítani, és hát ez rengeteget könnyíthet a hatékonyságán az önkormányzati munkának. Már most látható a honlapon az a jó gyakorlat, amely a fiataloknak házépítésre adható földterületek odaítéléséről szól. Ez egy törvényszövegből indult ki. Odáig, hogy szülessen egy tanácshatározat, és ebből ugye gyakorlati helyszinten működő program legyen, egy nagyon-nagyon hosszú út van. Alkalmazási normák, azok értelmezése, és a többi. Hargita megyei kollégák már elérhetővé tették ennek a programnak a kialakításának a teljes módozatát, hiszen ott már elindult, működik sok, főként vidéki önkormányzatnál beindították ezt a programot, a törvényből tehát jó gyakorlat született, és ez már ebben a pillanatban elérhető bárki számára. De említhetnénk, és miért nem említenénk Kolozsvárt, ahol ugye működő és jól működő bölcsődehálózat van, annak szabályzattal, kritériumrendszerrel, az annak a létrehozását megalapozó dokumentumokkal, vagy bármilyen más olyan területet, amelynek a tanácshatározatait, a szabályzatait, a civil szervezetek például finanszírozásának szabályzatát, ha egymás számára elérhetővé tesszük, egy gombnyomással elérhetővé, akkor az rengeteg időt megspórol, és rengeteg zsákutcát segít elkerülni. Kedves nézőink, ez volt a mai metszet. Jövő héten oktatási kérdéssel foglalkozunk. A tankönyvekkel kapcsolatos problémákat tekintjük át adásunkban. Tartsanak velünk akkor is. Addig kollégáim nevében is elköszönök Önöktől. A viszontlátásra!